hogyha a szakmabeli volt a párom, akkor 5-ből 5-ször, nem igaz, mert szóval nem volt szakmabeli. Ötször, nem, de kiderült, hogy ott mindig volt mellettem. Mert azok mind szép férfiak voltak, mert szakmabeli. Ilyenek ezek a szakmabeli férfiak, Krisztián. De miért volt más? Nem tudom, hogy úgy más volt, hogy ez az írogatás, és mert attól is rosszul vagyok. Nem úgy volt más, úgy volt más. De akkor féltékeny volt. Nem úgy volt más. Azt sem tudtam, nekem nem féltékeny voltam, hanem az, hogy nekem ez nem fér bele. Nekem ne írogasson mellettem senkinek. Az igaz. Nem. És ez egy marha nagy nem, és hogyha nem, akkor kivéve a versenyt. Ez féltékenység szerinted? Ez nem féltékenység, kérdeztem, nem, tiszteletlenség. Most tiszteletlenség. Nekem ne legyen az, hogy le van fordítva a telefonja, hogy magával viszi egy étterem. Nekem ezek jelen... Nem, akkor nem, más keresünk. Igen, olyankor én is arrébb megyek. Nem, ez nekem nem tiszteletlenség, és a féltékenység az egy... Persze a hiszt is féltékenység, meg minden. Jól esik egy nőnek, hogyha a férfin egy picit érzi azt, de lehet, hogy férfi... De lehet, hogy ő mondjuk a te visszajelzésedből nem hitt el, hogy eléggé jó pasi? Tehát lehet, hogy te voltál a hibás. Nem azt mondom, hogy te vagy, mondom, lehet, hogy te voltál. Igen. Hiszen, hogyha egy nőtől én megkapom azt a fajta dolgot, hogy én nem akarok visszacsatolást az itteni, nem tudom én... Akkor ez egy... a férfi játszmája, ez róla szól, nem rólam. Akkor ő neki nincs elég önbizalma. Egyetértek vele. Egyetértek vele.